Üdvözlöm Önöket, Szabó Gábor vagyok, és ebben a videóban szeretném Önöknek bemutatni azt a szettünket, melyet a weboldalunkon is megtalálhatnak. Ez egy mosószárítógép, illetve egy összeépítő keretszettet jelentene. Itt lényegében minden funkciót megkapunk egy toronyba, ha így szeretnénk elrendezni. Mind a két készülék 9 kg kapacitással rendelkezik, a a felső készülék ugye az mindig a szárítógép, ez az MD200H90-es típusú készüléke a, 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 a mosógépe, az pedig ugye az MF200H90 BVHR típusú készüléke a, a A mosógép egyébként már inverter rendelkezik, tehát ami azt jelenti, hogy a jelenlegi energiabesorolás szerint is A kategóriába esik, ami nagyon jó energiabesorolásnak minősül. Minden programot megtalálunk a mosógépen, ami csak szükséges lehet egy mostani háztartásba. Megtaláljuk rajta a 45 perces programot, illetve a 15 perces programot is. Természetesen megtalálhatóak rajta a normál, pamut, mix, szintetikus, illetve farmer programokat. Rendelkezik már gőzfunkcióval a készülék, illetve minden rendelkezik wifi funkcióval is ez a, ez a típus. Amit kiemelnék, az a 45 perces napi programja, ami egy teljes töltetes mosást jelentene, ez nem túl szennyezett ruháknál célszerű használni, és akkor 45 perc alatt igazából át tudjuk frissíteni a, a, a ruháinkat. Külön tudjuk szabályozni a centrifugafordulatot, illetve a hőfokot. A hozzátartozó szárítógép ugyanúgy 9 kg kapacitással bír. Ez a típus, ez már egy, egy hőszivattyús kondenzációs gép. Tehát ez már a köznyelben hőszivattyúsnak hívjuk így egyszerűen. Ez már rendelkezik minden olyan funkcióval, ami kellhet egy mai háztartásba. Itt be tudunk állítani extra száraz, standard, illetve akár vasalás könnyítésre szolgáló szárasságot is, ami nem teljes szárasságú ruhát jelent. Amit kiemelnék, az az outdoor funkció, tehát ugye ami a kültéri ruhákhoz tudunk használni, van rajta a baby funkció, amit még kiemelnék, illetve van rajta egy ilyen quick szárítás, egy ilyen gyors szárítás, ugye ami egy-két ruhadarab átszárítására szolgál, vagy akár felfrissítésére szolgálna. Ami érdekesség lehet még, hogy ezekben a kategóriákban nem jellemző, de ebbe a típusba már a gyártó beépítette a, be, a, a beltéri lámpát, amit egy külön kapcsolóval tudunk is kapcsolni a készüléken. Az összeépítő keret azt a célt szolgálja a két gép között, hogy nem lehet egymástól elmozdítani, nem lehet egymásról lelökni a két készüléket. Az összeépítő keretet azt mindig a mosógéphez kell rögzíteni, és minden esetben a mosógép van alul. Ami nagyon fontos még, hogy szűk mosógép fölé nem lehet tenni szárítógépet. Ez az összeépítő keret is rendelkezik egy kihúzható tálcával. Ez egy 40 cm-es tálca, aminek érdekessége, hogy nem műanyagból készült, hanem a gyártó egy masszív MDF lappal szerelte fel, ami sokkal masszívabbá teszi a többi gyártójéhoz képest. Illetve ami még kiemelkedőnek mondható, az a sírrendszer, amivel el van látva ez az összeépítő keret, egyszerű betolást követően behúzza magát a keretünk. Most már a MIDEA termékeknél is egyes készülékek wifi kapcsolattal rendelkeznek. Ehhez nem kell semmi más tennünk, mint a, az App Store-ból le kell töltenünk az applikációt. Van a MIDEA-nak egy külön applikációja erre, és akkor ehhez hozzá tudjuk párosítani akár a mosógépünket, vagy a szállítógépünket. Amennyiben letöltöttük a telefonunkra, felcsatlakoztattuk a Wi-Fi-re, akkor és utána már minden engedélyt megadtunk az alkalmazásnak, utána már semmi más nem kell tennünk, mint a készüléket be kell kapcsolni. Itt van egy kis wi fi ami aminél fontos, hogy ezt hosszan kell nyomni, és az app. Feliratnak kell feljönnie a kijelzőn. Nekünk most ugye nem villog már a WiFi jel, mert felpárosítottuk a telefonunkra, és azért nem látjuk, hogy éppen készenlétben van a WiFi. Viszont egyetlen egy dolgot még meg kell tennünk. Itt van egy kis jel, ami arra utal, hogy távolról tudjuk irányítani a mosógépet vagy a szállítógépet. Azt egy hosszanti nyomással be kell kapcsolnunk a készüléken. Itt már meg is jelent, és innentől kezdve tudjuk szabályozni a telefonunkon, vagy tabletünkön a mosógépünket, illetve szárítógépünket.